Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Szögi Henrietta vagyok, az Óbecsei Műszaki Iskola magyar nyelv és irodalom tanára. Ma én fogom nektek a magyar nyelv és irodalom órát tartani, mégpedig Kródi Gyula Szimbád útja lesz a téma. Először is Mikszáth és Jókai volt Kródi Gyulának az előképe. Tehát valamilyen példakép volt számára mindkét író. Azonban neki teljesen más a valóság ábrázolása, mint az előző két írónak. Nem tartozott egyetlen írói csoportosuláshoz sem. Az ő világa a késő romantika, a szimbolizmus, az impressionalizmus, illetve a szecessziós látásmód is megjelenik regényvilágában. 1911-ben országos hírnevet kapott Szimbád ifjúsága című regényével. Szimbád alakja ismerős lehet nektek az 1001 éjszaka meséiből, a keleti mesevilágból. Szimbád az 1001 éjszakabeli hajós, aki nem a tengeren, hanem az időben utazik. Ő a szerzőnek az alter egója, úgy, ahogy Kosztolányinak Esti Kornél, Kródinak Szimbád az alter egója. Mit is jelent az a szó, hogy alter ego? Az alter ego egy második személyiség az emberen belül. Milyen Szimbád? Szimbád egy nyughatatlan ember, aki sehol nem tud megállapodni. Rabja az önpusztító életmódnak. A következő képen láthatjátok Szimbád bronzszobrát, ami Szanyi Péternek az alkotása. Itt is már, ha megnézzük az ábrázolását, Szimbád egy vendéglő, vagy akár egy kocsma asztalánál ül, előtte a szóda, illetve a bor. Elképzelhetjük azt is, hogy fröccsöt ivott, és innen nézi a világot. Tehát egy kallódó figura, aki a jelenben nem találja a helyét, és leginkább az emlékeiben él, az emlékekbe tér vissza. A Szimbád történetek 1911-től 1933-ig jelentek meg, számos novellát, illetve regényt írt Kródi a Szimbád témakörben, példának okáért ilyen ugye Szimbád ifjúsága, vagy a feltámadás, Szimbád megértése, Szimbád ifjúsága és szomorúsága. Tehát ezeknek a közös tulajdonsága, hogy mindben Szimbád a főszereplő, és az ő emlékezését, az ő utazását követhetjük nyomon. Kródi sajátos lírai novellatípus teremtett meg, ahol az elbeszélő nem csak külső szemlélője, hanem szereplője is a műveknek. Tehát személyiségét beleviszi a novellába, és így kap egy lírai jellegzetességet. A Szimbád novelláknak a jellemzője, hogy Szimbád felkeresi múltbéli szerelmeit. Ez egy utazás a képzelet vizein. Számára a jelen a boldogtalanságot szimbolizálja, és menekül a múltba, ahol a boldogság érte őt. A fő boldogság számára pedig szerelmei, a szerelmi együttlétek, a nők. Ezekben a novellákban, a regényekben összemosódnak az idősíkok, Szimbád ugrál egyik idősíkból a másikba, jelenből a múltba. Utazásaival elmondhatjuk, hogy egyszerre menekül és keres. Keresi emlékeit, keresi a boldogságát, és mindazt, amit egyszer már átélt. Ironikus kritika a múltba temetkező nemesi világról, elmondhatjuk ezt a novelláiról, hiszen nem csak úgy a boldogságot keresi, hanem kritikát fogalmaz meg arról a gentry világról,
ami a századfordulón van jelen. Nézzük meg, milyen a Szinbád novelláknak a műfaja, a stílusa és az elbeszélés módja. Egyértelmű teret nem fogalmazhatunk meg, leginkább az egész Szinbád tudatában játszódik. Még annak az emlékfoszlánynak, ha van is reális tere, a visszaemlékezés a tudatban zajlik. Tehát nem csak az idő mosódik el, hanem a tér és az idő szerkezet is egyben. Egy belső nézőponttal találkozunk, hiszen Szinbád belülről, a saját szemszögéből mutatja be emlékeit az ő nézőpontjából. Ezeknek a novelláknak, regényeknek nagyon erős hangulatisága van, egy atmoszférát teremt mindaz, ahogy Crudy kezeli a prózának a szerkezetét. A mondatok, a részletek, azok mind nagyon meseszerűek, álomszerűek, nagyon finom a nyelvezete, olyan, mintha egy údon báj ragadt volna erre a világra, a szavak is nagyon finomak, zeneiek, hangzatosak. Domináns elem ezekben a novellákban az elvágyódás és az emlékfoszlány. Ahogy említettem, Szinbád a jelenből, a boldogtalanságból, a kiábrándultságból, és ezt a kiábrándultságot hozhatja az is, hogy ugye a századfordulón, század előn járunk, amikor már érezhetőek a háborúnak a jelei. Kosztolányi szerint Crudy novellái illatos finom álmokból és párából tevődnek össze. Tehát olyan megfoghatatlanok. Nem is a személyiségeken és a történeten van a hangsúly, hanem inkább a hangulatiságon. Crudy is a spontán emlékezés technikáját használja, ami egyedüli a magyar irodalomban. Ő volt az első, aki ezt a technikát alkalmazta. Franciaországban Proust és Joyce már ezekkel a technikákkal éltek, és hozzájuk hasonlítható Crudy prózája. Ez a prózavilág egy álomszerű lebegés. Az egész olyan, mintha egy időtlen történetbe kapaszkodnánk bele. Itt találkozik a megszépített múlt és a lehangoló jelen, és ez folyamatosan keveredik. Emlékek és hangulatok keverednek, de a fő hangsúly nem is az emlékeken, hanem ugye a hangulatokon van, hogy milyen hangulatot, érzést vált ki magából, az íróból egy-egy tárgy. Az idő az a Szinbád novellákban az önazonosságnak a forrása, hiszen ezekben ezeken a helyszíneken, ahol megjelenik Szinbád, ott élte az ifjúságát. Tehát ezek a helyszínek, az emlékfoszlányoknak a helyszíne, ifjúságának a helyszíne, ott volt ő igazán önmaga, ott élte át azokat a dolgokat, amitől ő Szinbád, Szinbádnak nevezhetjük. És hogyha már Szinbádnál vagyunk, és említettük, hogy Szinbád Crudynak az alter egója, ugyan olyan életmódot követett Crudy, mint amilyet Szinbád novellákban láthatunk. Tehát kicsapongó volt, falta a nőket, szeretett sok időt tölteni a kocsmákban, vendéglőkben, és bár akkor Crudy már nagyon elismert író volt, és jól meg is volt fizetve, ez az életmód, amit ő élt, teljesen rossz irányba húzta magát az írót. Tehát volt neki nagyon-nagyon jó alapanyaga Crudy, Szinbád karakterének megformálásához. Szinbád az időtlenségben él, fiatal korát szeretné ugye felidézni, mindez illúzió kergetés, hiszen az idő az megy előre, a fiatalság elmúlik. És ezeket a pillanatokat szeretné visszaidézni azzal, hogy a múltba visszatér. A legszebb emlékeket idézi vissza, mi más lenne, mint a nőkhöz fűződő emlékek, szerelmi kalandokat idéz fel.
És ugye egyrészt ez egy menekülés is, hiszen a 19. század végi boldog békeidőknek vége. Menekülés a módba, ott, ahol sokkal békésebb, szebb volt az élet. Szimbád őszi útja című novellában Szimbád 103 évesen jelenik meg. Az idő, amit a novella elején megismerhetünk, az ősz, és megtudjuk, hogy 10 éve járt utoljára abban az emlékben, amit megjelenít előttünk. Ellentétként jelenik meg a város és a falu, hiszen Szimbád a városból emlékezik vissza egy falusi helyszínre, méghozzá Puzdorra. A hotel ablakából jut eszébe az az emlék, amit jó pár évvel ezelőtt átélt. Az emlékezés folyamata a következőképpen indul be. Tehát Szimbád a hotel ablakán kifelé tekint. Meglát egy szarkatollat, ahogy száldos. A szarkatollról eszébe jutnak az érett gyümölcsök, az érett gyümölcsökről pedig a zatureczki kisasszonyok és Málcsi. És Szimbád a zatureczki ház, a zatureczki birtokra tér vissza, ahol feleveníti emlékeit Málcsival és a zatureczki kisasszonyokkal. Nézzük meg a zatureczki kisasszonyok házának ábrázolását, hogyan mutatja be ezt a kastélyt. Egy egykor gazdag családról van szó, viszont több helyen is azt olvashatjuk, hogy bizony nincs pénzük a kisasszonyoknak. A zatureczki kisasszonyok bizonyítékai a gentrinek, tehát ők gentrik. Egykor gazdagok voltak, elvesztették vagyonukat, viszont szeretnék megtartani annak látszatát, hogy ők vagyonosak. A ház leírása több helyen is bemutatja a kor látszatát. Tehát ez a ház, illetve kastély többé nem látszott ugye kastélynak, sokkal kisebbnek tűnt annál. Sárga falai voltak, kis ablakai, sarok, homokkőoszlopok, és ami a pusztulást jelzi, tehát az épületnek a pusztulását, az az omladozó címer, ami egykor a kastélynak az ékessége volt, most már teljes pusztulás övezi, és a Z betű már alig látszódik ezen a címeren. Nézzük meg, hogy a kastélynak, ennek az épületnek milyenek a tárgybeli és a stílusbeli mozzanatai. Az elején visszaemlékezik a zatureczki kisasszonyok házára. A szobákat, a tárgyakat újkori állapotukban írja le. Visszaemlékezik a cigarettafüstös szobára, a piros üvegszemű rókabőrre a dívány előtt, és a vadászszerszámokra a falon. Amikor szembesül az egész pusztulással, akkor az egyetlen dolog, ami megmaradt, az a cigarettafüstös szoba. A rókának kihullott az üvegszeme, és a vadászszerszámok helyett a falon csak egy kürt díszelgett, amiben száradó virágmagvak voltak. Tehát már a ház szobái, illetve berendezése is azt mutatják, hogy ez egy lepusztult, megcsinylett épületről van szó. Kiemelném a kártyázásnak a cselekvését, hiszen ezek a kisasszonyok nagyon-nagyon sűrűn azzal töltik az idejüket, hogy kártyáznak a kerek diófa asztalnál. Egyéb tevékenységük sincs, mint hogy ezzel töltsék az időt. És akkor nézzük, hogy milyen női arcképeket ábrázol Krúdi a novellában. A nők
a női karakterek, ezek régmúltból visszamaradt alakok. A Szindbád novelláknak az egyetlen közös jellemzője, ugye, hogy minden karakter folyamatosan változik, az egyetlen állandó szereplője csakis Szindbád. Megtudjuk a novellából, hogy Málcsi miatt utazott vissza Szindbád az időben, hogy újra találkozzon vele. Pont azért, hogy régi szerelmüket felidézze, és miközben ezt felidézi, leírja a szeretet, a visszavágyott nő alakját, nagyon líraian, nagyon hangulatosan mutatja be a múltat. Szeretnék felolvasni nektek egy részletet a Szindbád novellából, ahol nagyon jól szemlélteti Málcsi alakját. Málcsi, aki miatt Szindbád ideutazott. Fekete ruhájában, leeresztett kézzel, kissé lehajtott fejjel mozdulatlanul állott az ajtóban, és Szindbád most csak nem olyannak látta, mint álmaiban szokta volna látni. Midőn az elmúlt dolgokon, nőkön, férfiakon magában elgondolkozik. Hervatag, búskomoly, csöndes és halk teremtésnek szokta elképzelni Málcsit, mint a hosszú őszi délutánokat, midőn a napocska már csak látogatóba járkál el a piros levelű lugas közé, ahol szép és hosszú regényt olvas egy szomorú ember. Olyannak képzelte, mint a magános házat, messze künn a városon kívül, ahol a bokrok között csörög a szél. De ebben a szobában rozmaring illat van, és délután csendesen szól egy mély hangú hegedű. Az álmaiban ott élt Málcsi együtt azokkal a vágyódásokkal, amelyek a nagyvárosból néha-néha csendesen kisvárosi cukrászboltokba, a sötét sikátorba állongó régi házban varrogató leányokhoz és régi bolthajtásos kőhidakra vezették Szindbádot. Hol a folyó álmodozva siklik tova a híd alatt, míg a távolban a tisztára mosott torony körül galambok repkednek karikába. Az inga óra, melyet a sarokban zengő, muzsikás hangon üti az időt, az időjelző házikó a baráttal és az elhagyott kert pirosló sövénnyel. Mindez Málcsi volt Szindbád részére, aki éjjel kártyázott, ivott, színésznék körül hentergett, és csak azt a nőt tisztelte, akinek selyemharisnya volt a lábán. Tehát ebből a rövid részletből is láthatjuk, hogy magának, Málcsinak a leírása nem is lényeges. Az egész a hangulatiságon van, hogy milyennek képzelte a nőt, és mi jut eszébe a nőről. További emlékfoszlányok jelennek meg a nő leírása közben. Elmondhatjuk, ugye Málcsin kívül megjelennek még a zatureczki kisasszonyok, akik szintén nagyon jellegzetes arcképei a novellának. Ezek a kisasszonyok múltba temetkeznek, egy múltba temetkező nemesi világnak a képviselői. A novellában találhatunk beékelt anekdotákat is, amik a kisasszonyok szájából hangzanak el. És végül rátérnék a Szindbád történetek utóéletére. Tehát azzal, hogy Kródi Gyula meghalt, nem értek véget a Szindbád történetek, hiszen ő a magyar irodalom egy olyan kultikus alakját hozta létre, amely más írók fantáziáját is megragadta. Mint például Márai Sándorét. Márai Sándor kiadta ugye a Szindbád hazamegy című regényt, amiben továbbírta Szindbád karakterét. Megemlíteném még Szappanos Gábort is, aki Boldog Szindbád pokoljárásai címen adott ki egy művet, szintén ugyanazt a Kródi-féle Szindbád karaktert vette elő, és így folytatta annak történetét. És filmet is rendeztek Szindbád cím alatt, ahol Szindbád kalandjait, utazásait, időbeli utazásait, és annak kicsapongó életét láthatja a néző. Szeretném megköszönni, hogy velem tartottatok. Sziasztok!